A következő előadás az én előadásom lenne, én Bugár Mészáros Károly vagyok, építészettörténész. 77-től dolgoztam a műemlékvédelem különböző területein, 91. januárig voltam területi felügyelő, ez Békés-Csongrád megye, az ország első polgárház múzeumát hoztam létre egy hagyaték alapján, a Wiedermeyer cukrászdát fölöltöztetve, a Kondorosi csárdát, a Mezőgyesi császár és király méles birtok védett nyilvánítását, amik a budai várnak a majorja tulajdonképpen, óriási Napóleon korabeli dolgok, és hát persze Szegeden is, meg egy rengeteg templom felújítás, Szeged alsóváros és egyéb. Akkor utána a kulturális minisztérium, amely oktatási és kulturális minisztériumban lettem 5 hónapig, a műemléki osztályvezető nem oda tartott a műemlékvédelem, hanem a környezetvédelemhez, ami viszont az építés ügyel volt egybe. És hát aztán munkaerőcsábítás történt, és akkor én ott lettem a hazai műemlékvédelem átszervezésen megbízott miniszteri biztos. Ez egy évig tartott, akkor én a úgynevezett összeférhetetlenségi szétválasztást megcsináltam, tehát létrejött az elsőfokú hatóság külön, a másodfokú hatóság külön, az állami restaurálási központ és a műemlékek állami gondnoksága, amelyik tulajdonképpen a tulajdonosi akarattal való fokozott értékkibontakoztatásnak a legmagasabb szintű műemlékvédelmi eszköz. Ember a hatóság legfőjebb korlátozhat bizonyos mozgásokat, de senkinek nem mondhatja, van egy kastély, vedd meg, rendezd be, ahogy volt, aztán nyisd meg a nagy közönségnek. Ezt nem lehet előírni, de ha ez tulajdonosi akarata van, akkor viszont ezt meg lehet tenni. Hát ez aztán kinőtte, most éppen a Forszer központban van beolvasztva, aztán később, ez 8 év volt, ugye Gödöllővel kezdtem, volt Eszterháza, Nádasdodány, Füzéradvány, Fáj, Fehérvár, Csurgó és Pécel, ugye ezek voltak azok, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kórházból kastélymúzeum készítés, és hát közben most már 25 éve, hogy a műegyetemen a történeti belső terek és az ikonográfia a bútortörténet tanára vagyok, tehát a történeti funkcionalitás alapján, tehát a várakat úgy, mint lakásokat, hogyan lakták, hogy kell berendezni, erre milyen dokumentumok vannak, ábrázolások, és hát persze később meg leltárak, és akkor az alapján hogyan, az eredeti állapotot hogy lehet. Ez akkor teljesen új volt, hozzáteszem, mert a műrészletek összefüggéstelen konzerválásából létrehozandó haszon négyzetméter elve volt a műemlékvédelem és a művészettörténet egyetlen eszköze, és akkor ezért van az, hogy itt a közeli királyi toronyban, ugye Visegrádon, fotókiállítás van a trónteremben, ahelyett, hogy bemutatnák, hogy hogy élt ott 100 évig a magyar király, ugye, mert az volt az ország központja. Tehát szóval itt még van tennivaló, bőven óriási tartalékok vannak. És hát utána az építészeti múzeum igazgatója lettem, ez ott annyit tudtam tenni, hogy rengeteg tárgyat gyűjtöttem, és többek között egy építészeti őskönyvtárat, a legrégebbi könyv 1542, magyar királyi kiadás, Ferdinánd Magyarország királya, Szerlió negyedik könyve, és az az ajtókeret, ami benne van, az abban az évben megépült a Sárospataki várba. És ez az őskönyv, sok mindent gyűjtöttem, de az őskönyvtárat különös szeretettel, és hát 1800-ig ez 90 kötet, és volt olyan könyv, ami 700.000 forint volt, rengeteg ábra, tehát ez egy építészeti génbank, amit ma már nem tanítanak az egyetemen, de valahol legyen együtt. Ismertük, hogy léteznek öreg építészkönyvek, de ezek különböző történeti könyvtárakban voltak, amiket hát mondjuk egy helyen nem lehetett bemutatni, mert zavarni mindenkit, hogy menjen szem a széjjel, ezt nem lehet. Hát gondoltam, hogy egy helyen ez meglegyen az építészeti múzeumban. És hát kérem szépen, ez most el van csomagolva, mert valakinek úgy történt, hogy az építészeti múzeumot befagyasztja. Úgyhogy hát ez az élettörténete. Most a másik dolog, amiről szeretnék mondani, hogy hát ugye esztergomi kötődés személyes, mert ez mindig nagyon fontos. A legutóbbi munkám az igazságügyi palota tudományos kutatása volt, ez a Kossuth téri nagyház, meg a Várkert bazár avatókönyvének az első 70 oldala. Hát itt látunk két embert, ez otthon van a falon. Őt úgy hívták, hogy Bugár Mészáros Károly. Ő meg Bugár Mészáros Miklós, ő volt az én dédapám. A Károly volt esztergomi érseknek a fő jogásza, főtéren volt egy emeletes háza. A Miklós már 1850-es években Budapestre költözött, úgyhogy a mi águnk az onnan van, neki nem volt gyermeke. A Fejtinger Sándor
az viszont az édesanyám édesanyjának a nagyapja, ő Esztergom megye főorvosa volt, megírta az életét, ez azért jó, mert összesen ketten írták meg a 19. században, rengeteg esztergomi vonatkozású dolog van benne, ezt kiadták, és kérem szépen, megírta Esztergom megye flóráját, tehát egy nagy botanikai munkát, rengeteg ilyen préselt növénygyűjteménye van, több egyetem is kapott, Szeged, meg Budapest, meg egyebek, és kérem szépen, ő tagja volt a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesületének, így több megyének is dolgozta fel a botanikáját, úgyhogy tulajdonképpen az volt a műemlékvédelemnek a kezdete, tehát hogy ebbe is befolyt. Itt van eltemetve Esztergomban. Most a családi sírok közül, így a visszatérve a közvetlen bugármészárosokra, hogy az ő édesapjuk, akit Mártonnak hívtak, az esztergomi érsekségnek tisztartója volt, tehát ugye végigjárták azt a agronómusi, azért, hogy írnok, ispán, számtartó tisztartó, és a nagysalói uradalmat vezették. Az ők apa nagysalóba halt meg 1947-ben, ennek viszont egészen konkrét oka volt, mert 47-ben nagy éhínség volt. Ugye a 48 az tulajdonképpen egy éhséglázadás volt Európában, ugyanolyan, mint a francia forradalomban, a tűzhányó után, tehát az izlandi tűzhányó kitörése utáni nagy agrár hiány miatt. És hát ő megitta az esztergomi érsekségnek a granáriumait, hogy a népnek adja enni. Ezért aztán jó, megszitták, agyvérzést kapott és meghalt 1847-ben. Tehát ez volt az ő kapa. Úgyhogy aztán a család Esztergomban élt, az ő anyám itt van eltemető Esztergomban. Volt egy romantikus sírja 1857-ből, amelyről valami 40 évvel ezelőtt ellopták a Krisztus szobrot. Nem tudom, hova. Egy másik ág is kötődik. Ő a nagyapám, ő az országgyűlés elnöke is volt, ez abból a könyvből van kiszedve. Édesanyám volt Zsitvai Katalin, és az ő fölmenői között van a Sándor Terézia, Szavincai Sándor Terézia, nekem a hatodik hősöm, ez a híres Sándor család, aki Esztergomban alispán is volt, tehát a Sándor palota is a családhoz tartozik, Budapesten is, és Bajnán is, és Esztergomban is, tehát nagyon fontos lenne azoknak a közkincsét étele. Tehát a Sándor paltáról annyit hogy mondjak, hogy mivel tele van freskóval, hát egy ilyen műemlékek állami gondoksággal összművészeti múzeumként kell, hogy működjön berendezve. És ő csinált egy család, kiadta az életét, ezt a miniszterelnök úr olvasta, volt benne egy uzsora elleni törvény tervezett, amit a Gömbös nem hagyott, mert az igazságügyminiszter is volt 3 évig, még a Károlyi és a Betlen és a Károlyi kormány alatt. És akkor, mikor aztán a Parlament Igazságügyi Bizottságának az elnöke volt, 38-ig, akkor egy uzsora elleni törvény tervezett készített 34-be, és azt a Gömbös már nem hagyta financiális okokból megmostani. Ezt az Orbán Viktor egyszerűen életbe léptette. Úgyhogy ebből kifőleg. És hát azokat a szobákat, amiben most az Orbán Viktor dolgozik, azt ő készítette, tehát a Nándorfehérvár termet, mint parlament elnöke. Most ő volt, csinált egy családfát, hogy hát mi itt vagyunk, édesanyám, 29 generációt, meg a harmadik Béla van. Tehát az Árpád ház, ez a való családi kapcsolat. Ez egyébként a Sándorokon keresztül van, itt van az apám, anyám, és akkor így megy föl, van itten garanádor, meg forgács, meg mindenféle, és hát a végén ott van ez az ő kézírása, tehát a nagyapámnak volt, itt vannak a királyi kötődések, úgyhogy tényleg Esztergom a szívem, csicske. 8 különböző ágon vezették el oda, tehát ez csak az egyik. Volt olyan is van, hogy a Piroskán keresztül még Szent Lászlóhoz is megy, tehát mondjuk ilyen szempontból. És volt 6 új is a családban, mint a 4. Bélának, nagyapámnak, meg a 4. testvéremnek, a bátyámnak, és az 5., én 7. gyerek vagyok, 5.nek is volt. De persze leszették, mikor született, nehogy itten a társadalom kirekessze őket. Hát először az Esztergomról. Ugye, hát amit én itt mindig is szorgalmaztam, az esztergomi
Várhegynek az eredeti terv szerinti kiépítése. Hát ugye Magyarország varigója Esztergom, ez ugye egyértelmű, lehetne ezt is használni, vagy az ország alapító városként is, ugye, vagy állam alapító városként is, de az a nagy kompozíció, amit a klasszicizmus idején létrejött, ugye hát a várakról majd nyilván itt a középkorra foglalkozók fognak bőven beszélni, mindenképpen az általános véleményem az, hogy a műemlékvédelem és a műemlékhelyreállítás az egy térbeli történetírás, amikor olyan állapotot hozunk létre, ami legjobb tudásunk szerint volt. Tehát az az elf, hogy eltérő forma, eltérő anyag, ez tulajdonképpen a román nemzeti történetírásnak volt az elve, vagy semmit sem úgy, ahogy volt. És tulajdonképpen a műemlékhamisítástól való félelem miatt fordultak ehhez, és így tulajdonképpen műemléket hamisítanak, tehát összepatinázódik a végén az emberek, azt hiszik, hogy olyan volt. A történetírók is ezt csinálják, hiszen ugye okleveleket elolvassák, és utána a legjobb tudásuk szerint leírják, hogy az a folyamat körülbelül hogy volt. Ha közben valami adat még szerepel, hát az beilleszkedik, de nem jelentősen valószínűleg. Úgyhogy kérem szépen, ez csak így erről ennyit. Tehát ami itt van a tetején, azért ez még nem a tökéletes, meg itt sem, meg ott sem, meg amott sem. Meg tulajdonképpen építészetileg szép tömegek vannak az új részeken is, csak az véletlenül hamisításra tűnik, tehát itt a tudományos igényű rekonstrukció az fontosabb lenne. Ugye ami emlék, a Velencei Karta azt írja elő, hogy ott kell megállni, ahol a hipotézis kezdődik. Igen ám, de egyes kollégáknak nagyon korán kezdődik a hipotézis, mert nem tudják, hogy kell megcsinálni. Pláne, ha valaki művészettörténész vagy régész, sok esetben nem a felépítményeket nem is tanulja meg, sőt a régészek például 1711-ig tanulják a szakmát, a magyar műemlékállománynak pedig a 95%-a későbbi. Tehát mondjuk ebből a szempontból is sok a gond, különösen mondjuk a kastélyok összművészeti bemutatása tekintetében. Ugye hát itt is van ez a bizonyos vajdahunyadi forma, ami elkezdődött, akkor ázik. Most tehát erről beszélnék, ugye idáig meg van építve, bár most ugye itt a kertek meg be van zárva, meg a kanonokházak nincsenek föltárva, az ampír freskók nincsenek föl, de ez a rész nincs megcsinálva, ezt mindenképpen érdemes, meg a sugárútat is megcsinálni, tehát egy kilométer, tulajdonképpen egy Andrássy út van vele szemben. Tehát ezt mindenképpen meg kell csinálni. Itt se volna szabad kórosan és kényszeresen belemodernkedni, hanem nagyon harmonikusan illeszkedni a többihez, mert hát bizony, ugye most így néz ki, hát ez jobb. Tehát ezt mindenképpen ezt a kompozíciót. És akkor ugye fölmegyünk a hegyre. Itt van ez az iskola. Most mi legyen a sulival? Hát a legegyszerűbb az, ha valaki ezt elbontja, de azért tudok én egy másik megoldást is. Az építészeti múzeumban voltak ezek az építészeti szemlefolyóiratok 1890-es évektől. A 95-től az épület elgurításának a technológiája 1895-től le van benne írva. Tehát egyszerűen azt kell csinálni. Úgyis van itt egy régi ház még, ami jó, az első ház, ami emeletes, hogy egyszerűen ezt át kell gurítani ide jobbra szembe, és akkor megmarad a suli. Ugye? Tehát egyébként a Spektrum televízión rengeteg ilyen adás van, hogy gurítanak házakat, meg ide viszik, oda viszik. Hát ugye gótikus templomot is vittek arrébb 500 méterre ez Csehországban, ugye ez a Most nevezetű helyen. Tehát itt ez lenne azt hiszem a lelkiismeretünk szempontjából a legjobb, hogyha ezt nem bontanánk el, hanem ide beállítanánk ezzel a házzal szembe. Ugye, mert itt van egy emeletes ház, ezzel a házzal szembe. Valószínűleg, hogyha most megnézzük, hogy az utat erre felé kell szélesíteni, balra. Ide balra kell szélesíteni, mert hogyha most visszamegyünk a képen, ugye, akkor látszik az, hogy ez a középső útnak, ez a fele, ez ebben egy vonalban van, ez a fele meg már beleütközik. Na most ez egy Andrássy útnak kéne legyen egész odáig, még az iránytörés ugye az ártér miatt meg be nem következik. Ez egy kilométer. Tehát az ország origójához vezetni azért mindenképpen valami módon kell. A város tervezés az nem egy olyan dolog, ami egy perc alatt van. Nagy kompozíciókat mindig beszokták fejezni. De Budapesten a Szabadság tér az egy fekvő diadalív,
egy konspiratív szabadságharcos dolog, az összes utcanév honvédekről, vértanúkról van elnevezve, és volt ott egy moratórium, hogy aki 7 éven belül megépíti, akkor a házát nem kell 50 évig ingatlanadót fizetni, ezért ott gyorsan megépült a szabadság tér. Hozzáteszem, hogy úgy van megcsinálva, hogy a parlament kupolája bemegy a fókuszába, csak senki nem gondolta, hogy oda milyen emlékművet rak valaki később, ugye? Az még probléma, de végül is a fekvődiadő. Most ez a forma viszont az eszterházai kastélyudvarnak egy fölnagyított változata, ugye Pák János Esztergomban lakott gyerekkorában, és azt a világot hozta ide. Tehát ez Magyarország első nagy városépítészeti kompozíciója az 1820-as évekből. Bár hozzáteszem, hogy volt ennek előzménye, tehát már a Kanevále is készített egy egyház hajója programot, amikor szintén ez a térszerűség volt, csak nem ívvel, hanem egyenessel képzelte el, arról elopták a székes egyházat, meg kéne keresni, hogy kivitte haza a gyereknek, ma az biztos nagypapa, mert az már 50 éve ellopták a modellről, hogy hívják. Menjünk tovább. És hát itt ugye a dunai nézete, amelyet ez az egész ugye látszik a Duna felül, az első képeken jól látszott, és kérem szépen, most már ez a fele ugye meg van építve, itt azért a belső építészeti kutatás az nem volt annyira kiváló. A másik oldalon ez a lehetőség megvan, tehát azt tudni kell, hogy díszítő festés mindenhol van, ott nincs, ahol nem keressük. És hát bízni kell az emberi lustaságba, ugye mindig nem leverik a vakolatot, hanem csak lemeszelik. Tehát, és az ampírban Magyarországon még semmi nincs bemutatva, tehát a megfelelő bútorokat. Azt hallottam már, hogy piacra kerültek ampír szalongarnitúrák, és honnan jött az esztergomi érsekség adta el. De hát azért mindig összeszedhető még, és kereskedelemből is. És hát legalább egy kanonok háza teljes mértékben be kéne tudni mutatni, hogy a többi is az építészetében, díszítőfestésében restaurálni, és hát valamilyen tartalmat találni. Most mi legyen az ívbe? Hát ugye, ha alkotmánybíróságot akarnak importálni, akkor lehet, hogy a szkem az most már 10.000 négyzetméter, ugye, vagy hotel. Tehát valami olyasmi, ami főiskola, egyetem, amelyiket nem kéne bepasszírozni egy történeti épületbe, ja, hanem inkább egy korszerűt, de kívülről harmonizálni a többi részbe. Ja, itt van az iskola, és hát akkor itt látjuk a másik oldalon ezt a, bocsánat, itt a déli oldalon ezt a házat, amin várja. Hát itt már annyit meg lehet csinálni persze, hogy azt a kertjéből kiszedik azt a csarnokot, hogy legalább javuljon a helyzet. A nagyon fontosak ezek a kis kertecskék is, aminek megvannak a tervei, azokat ki kellene ültetni, tehát egy magas kultúrát prezentálni az Origóba, Magyarország Origójához. Ugye, tehát ezt már le lehetne szedni innen, mert úgy sincs ott benne semmi, csak és akkor is javulna azért az egésznek. Szerintem még a kívánatossága is. Na hát, ez lenne az, amit én mindig szorgalmaztam. Hozzáteszem, hogy ezt már 30-40 éve mondogatom. Volt a Büki Zsuzsa volt itt a területi felügyelő, és neki volt a falán egy kefele nyomat, egy ilyen ólom negatív erről a térről mindig. De azt nem tudom, hova lett, műemléknél volt elrakva. Ugye, és hát akkor itt körbe is értünk, tehát itt hiányzik valami még ezen a részen. És akkor jönne ez a limesszel kapcsolatos mostani nyári felvételek, amelyek Szantennel foglalkoznak. Ugye a Rajna mentén van egy római város, és azt hát régészetileg föltárták, de szinte semmi nem maradt belőle. Tehát minden a római kor, vagy az ókor tudománynak a céljait szolgáló tudományos igényű rekonstrukció, aminek természetesen vannak bőségesen régészeti dokumentatív elemei, és hát egy óriási nagy vállalkozás. Itt semmi nem maradt, mert épült egy középkori városfalat, tehát minden kövét oda meg a templomhoz elvitték, hogy itt legyen okos egy régész, hogy mégis mit akart. Tehát itt látszik az, hogy rekonstruált egy szakasz falt tornyokkal. Következőt már élő sövényből,
ugye? És hát itt van a amfiteátrum, amit részben fölépítettek, ezt a templomot, a kikötői templomot részben építették, meg nagyon érdekesek az alapozással kapcsolatos ábrái. Itt fogunk látni egy másik képet, ez a mutatja, hogy itt van egy fürdő, ezen a részen itt ezt rekonstruálták, és hát különböző technikákat alkalmaztak. A neve Colonia Ulpia Traiana volt, és itt egy Duna-sziget mellett állt, kicsit úgy, mint ugye Aquincum, ott is vannak ezek a szigetek, ugye északra van Kölntől, és itt látszik a birtok határ, hogy mit sikerült a régészeti területben megszerezni, és mi maradt másnak a kezén, és akkor megépítették az amfiteátrumot, egy hotelt, ami eredetileg is egy ilyen vendégfogadó étterem volt, itt van bebútorozott római szoba, az emeleten meg a régészeti tábor táborozik, itt a templomot elkezdték rekonstruálni, csináltak ilyet, hogy élősövényből is enteriőröket, de hát az kutyafüle, senki nem tudja látni, tehát annak igazán nincs praktikus értelme. Persze csináltak játszótelet, stb. Egy kaput rekonstruáltak, itt persze tornyokat, és itt a fürdőt üvegből megépítették, és egy múzeumot is hoztak létre. Mindenképpen nagyon emberközeli és praktikus, itt ebben fogjuk kezdeni a bejárást. Hát ez az a bizonyos kikötői templom. Ennek nem adtak szent nevet, tehát nem adtak istenség nevet, és ez lebeg a föld fölött egy olyan alapozás mintán, ahol az alapozási gödör cölöpei negatívban ott vannak, mert ugye a szétizet, az öntött kő és a beton is ott van, és a fölött egy vasbetonon lebeg az egész, és hát persze egy-két eredeti darab kis csorbulat azért, majd lesz olyan ábra, az dokumentálja, hogy körülbelül hogy nézett ki. Itt rekonstruáltak malmot, építőgépeket, tehát az ókor tudománynak a különböző technikai dolgai, ez például egy daru, aztán vannak falazatminták, hogy a fagerendaváz a sövénnyel, akkor ezt hogyan kell megépíteni, itt látjuk egy másik, ez a vert fal, ugye, az a sári, de nálunk most is csinálták, hogy a népépítészetben ez van, ez ókorban is sokszor előfordulna, ezt aztán nehéz ugye régészetileg megtalálni, mert ez enyésző dolog, és kérem szépen, itt aztán van magyarázat, hogy az egész hogyan történik, ugye a zsalúzat, és így tovább, és kérem szépen, aztán lehet látni csatornát, egy helyen ki van nyitva itt a sugárútban, a fasorba, egy őrtorony irányba, akkor római kocsikat rekonstruáltak, ezek mind régészeti dokumentumok, benn vannak a múzeumban, tehát az apróságok, amiket ugye előkerültek, a fémdarabok, egyebek, körfogat, ugye itt megint ez a kocsi belseje, és hát van a kettős kaputorony, aminél analógiaként a tríri tornyot, én azt is most bejártam, de ezt sem hoztam, tehát ezt vették példának, hát ebben nyilván az őrség lakott, parancsnokság lakott, itt mutatja a limeszt, ugye ez a térkép bent, itt van Xanten, és itt van Köln, ugye, és ez a Rajna. Tehát ugye a limesz ügyben ez mondjuk egy nagyon fontos támaszpont, a tudományos támaszpont, ezt kell mondani, és hát itt fölmegyünk a toronyba. Itt meg van építve pontosan a kettős kapunak, nyilván volt egy ki meg egy bejárat, a rostély szerkezete rekonstruálva. Szóval ugye egy hajót is újra megépítenek azért, hogy tudják kipróbálni, hogy navigálták például. Tehát mondjuk az építészetben is a tudományos igényű rekonstrukciónak a működőképesség fontos, tehát egy konyhát úgy megcsinálni, hogy lehessen benne főzni, mert akkor van kipróbálva, különben biztos, hogy úgy volt. Ha most csináltak egy konyhát a 60-i kastélyba, de olyan komolytalan, hogy ez nem igaz. Tehát aki azt csinálta, ugye természettudományi az a halvány fogalma nem volt, csinált valami ilyen furcsa kandallót. Hát én tanítom az interjőrtalomban a barokk konyhának az építészeti szerkezetét, hát meg se ást az alapot, meg mit tudom. Ott egy kicsit elhamarkodtak dolgokat 60-ban most, az egy politikai kastély, nem pedig egy emlék. Na kérem szépen, itt van egy átjáró, itt le lehet menni. Nem nagyon hiszek a középlépcsőbe, tehát itt valószínűleg azért
úgy volt megoldva, hogy itt ez egy laktanya volt. Ugye fönt aludtak, lent ettek, és itt volt valami konyha is kellett, hogy legyen. Tehát, és ez minden magyar lakótoronyban, ami őrtorony, vagy olyan torony, mint mondjuk Visegrádon van a kicsi, amelyik egy várnagyi lakótorony, lent evett, fönt aludt. Abban azt se szabad megnézni ma, hanem az az ottani színjátszóknak az öltözője. Magyarország teljesen éppen álló románkori nemesi laka. Azt tilos megnézni. Na, a tilosról tudnék beszélni. Na most ez a fürdőrekonstrukció, ugye ők itt az alapfalakhoz tömeget rekonstruáltak. És ez a fajta rekonstrukció azért jó, mert ugye el tudjuk képzelni, hogy nézett ki. Tehát nem úgy, mint egy ABC áruház Balázsapusztán, hogy nem az úgy néz ki, hanem a tömeget megadja, és hát itt adott a kornak is, ugye, mert maga a nagy hosszú csarnok, ez a csarnok, hát ez egy modern építészeti szépség. De a tömeget ő is hozza, és akkor itt bent vannak a modellek, ugye ez nincs visszaépítve, ez a fürdő itt hátul. Ezt csinálták meg, tehát ez volt. Mert egy dologra azért fölhívnám a figyelmet itten ókoros kollégáknak, hogy bizony a körítő építménynek az oszlopai mindig alacsonyabbak voltak, mint a templomi. Ez sajnálatos módon a szombathelyi rekonstrukción el lett tévesztve, és a kerengő oszlopai vannak beépítve törpe módon. És a nagy oszlop az meg nincs berakva, de megvan az oszlop. Tehát valószínűleg négy oszlopos magas volt, és a kerengő volt alacsony. Hát ezt ókortudósok csinálták, csak azért mondom, hogy azért a tudás nem mindig van mindenhol meg. Ugye ez a fürdő, itt lehet látni, ezt rekonstruálták ott ők. És akkor itten kérem szépen végignézzük, hogy ez hogy néz ki. Hát ebből a nagy csarnok, ami többszintes múzeum, abból így bele lehet látni ebbe a fürdő rekonstrukcióba, ahol a főtengelyek ugye le vannak fektetve, és akkor a hipokausztrumok meg egyebek. Hát amit a régész lehet, és hát ilyen kis hidacskákon ugye lehet közlekedni, hogy ne lépjünk rá a falakra. Ugye ma egy régészeti bemutatás tulajdonképpen egy turista dühöngő, lehet mászkálni a falkoronán, szétrugni, hogy aztán az még jobban bejegymenjen a víz, aztán szétfagyjon. Ahelyett, hogy tudományos igénnyel valamilyen úton, módon bemutatnák. Itt például a padló márványlapok lenyomatai őrződtek meg. És hát találtak interjőr részeket, freskó részeket, és hát az bemarakva a múzeumban. Ugye, amikor nagyon szép színekkel, tehát mindenképpen izgalmas. Tehát itt egy nagyon érdekes egyensúly, hogy a rekonstrukció, Az mondjuk olyan legyen, hogy minden mögött ott legyen az igazolás a régészeti lelet tekintetében. Ez egy házi oltárnak a darabja, amit megtaláltak, itt megint van egy. És megépítették a stadiont. Ugye Budapesten van ez a két római amfiteátrum, hát ezt semmi nem lehet használni. Ugye én ott is azért annyira fölhúznám, természetesen bemutatva a határát a történeti állapotnak, és azt érzékelhető legyen, hogy mi a régi, mi az új, hogy ez valamire lehessen használni, ugye? Tehát ezt biztos, hogy használják különböző eseményekre, hát homok van benne, úgyhogy itt mindenféle ókori játékot elő lehet adni. Ugye? És hát itt van két ház, most ez volt a vendégfogadó, és ez még idén fog megnyílni. Ezt most építették föl, ebben még nem lehetett bemenni. És kérem szépen még egyszer a Limes, hát mi ugye itt vagyunk a kanyarba, ezek meg ugye ott vannak, fönt ott van köl. És kérem szépen Kolónia Hulpia Trajana, egy kút. És kérem szépen ez az étterem, amihez tartozik mindenféle háttér dolog. Ez például a meleg vízfűtő szerkezete itt, amit lehet látni, azt is megmodellezték. Annak is megvannak a dokumentumai, hogy a régészet hogy lett. Sőt, itt olyan régészeti tábor van, hogy éppen egy olyan jelenetnek voltunk tanulni, amikor szitálták és ilyen erős víznyomással rostálták a szitán a dolgokat, hogy mossa ki, és ha találnak gyöngyöt, kis ezt a egészen milliméteres darabokat, hogy azokat ki tudják emelni abból a földadagból, amit éppen kiemeltek. Na hát ez teljesen olyan, mint Attalos toája, ugye.
Athénba. Hozzáteszem, hogy szerintem az is egy nagyon kiváló rekonstrukció, és tele van eredeti elemekkel, és annak a szidása az teljesen értelmetlen a emlékvédelemben. Sőt, az agórát kijelöli a Pnyxről, tehát egészen pontosan a Pnyx ugye az a parlament, ahol a Perikrész beszélt, onnan pontosan lehet látni az agórát éppen. Meg hát kellett nekik egy múzeum is Athénben, ahol az agórának a régészeti anyagát bemutatták. Ugye római kertet rekonstruáltak, ugye ezt is lehet egyrészt ugye a cölöpök helyét megtalálni, pollenvizsgálat, mi volt, és így tovább, és akkor egy nagyon komoly, itt egy római fűszerkert is meg van csinálva. Tehát az ókor tudománynak ez egy telepe. Ugye, kérem szépen, és hogyha bejutunk, akkor ugye itt a helyiségek funkcióját is, ugye Herberge, ez a Jugend Herberge, ugye ez egy kolesz, tehát eznek van. Itt vannak olyan szobák, amiket ott bebutoroztak, itt tartják a vendéglőt, itt a fürdőt bemutatják, az egy rekonstrukció. Ugye, és hát az a kert, ahol az előbb voltunk, az ez volt, ez meg az udvar. Itt szerintem eltévesztették, mert itt van a konyha, ez biztos, hogy egy nagy triklinium volt, ez fogadószobának van mondva. Ide rakták be az ebédlőt, és az az érdekes, hogy hát ugye én annak idején a Tivoliban, Róma mellett, a Villa Hadrianában ott van egy 24 személyes ebédlő, egy triklinium, és befektettem az építészmesteriskola 24 tagját, ilyen, ahogy az autók parkolnak. Hát egy perc múlva fölugrott mindenki, úgy fájt a könnyöke, ugye, mert ez paplan nélkül nem működik a fekvő ebédlő. És akkor itt római bútormásolatok vannak, hát ez a fonot, ez ismert domborműről, és hát amit aztán Pompeibe, Herkulánumban találtak bútorokat, azt próbálták itt megmodellezni. Tehát van egy ilyen szép, meg a díszítőfestésekre is találtak bizonyos dolgokat. Ugye az jobban megmarad, tehát a ház el is tűnt, de a vakolat olyan jó volt, a római vakolat, hogy az megmondja, hogy magyar régészetben rengeteg ókori fal, meg mennyezet kép van, meg a ház nem volt meg, de az összetört vakolatból azokat össze lehetett rakni. Tehát itt is a színeket tudományos igénnyel tudták rekonstruálni. Egy pillanat, meg az ajtótok, milyen volt az ajtó, stb. Hát ezekhez persze ismerni kell Pompeji, Herkulánum és Ostia és egyéb régészeti helyszíneknek a dolgait. Hát, hogy pont ilyen ferdén volt, ezt nem hiszem, de hát ez csak ugye el vannak szórva a római bútorok. Hát ugye a kis triposzasztal az fából. Ilyen is került elő egyébként Egyiptomból, mert ott teljesen épp változatok vannak. Hát én a történeti interjúr, bútor történeti tanítom, az okkor tudomány nagyon érdekel, hogy mit tudunk mi kezdeni azzal a tudással, hogy ismerik az okkori bútorokat. Hát ezt. Ugye ez egy konyhának a polcos része, és hát általában ugye ott hozzáteszem, hogy ez a vendéglő olyan, hogy római receptúrát úgy adja az ennivalókat. Tehát teljesen a művelődés történetnek az összes ága az ott jelen van. Most ezek is eredeti régészeti tárgyak alapján készült másolatok, és hát nagyon szépen meg van modellezve. Itt le lehetett menni egy pincébe még a konyha alá, akkor itt voltak ezek a nagy tárlóan forrák. Ja, főleg gabonát lehetett ilyenbe tárolni, talán egy néha bort. A pince egyébként általában megtalálható, mert ugye az... És ott az abszis az már a fürdőhöz tartozott. Na itt ez a nagy triklinium, amit ők eltévesztettek receptionről, tehát a fogadószobának gondolják, itt építészeti modelleket látunk, viszont ha közelebbről megnézzük a modelleket, ugye itt van egy római szekrény, ez a tékaráccsal. Szekrény maradt fönt, tehát a Louvre-ban is van egy eredeti, meg ilyen megszenesedett Herkulánumban egy pár. Na itt mutatja, hogy mi találtak meg, ugye itt van kis, ez a bizonyos kikötői templom, ugye itt a modellje az emelőszerkezetnek. Hát arról meg van dombormű ábrázolás, hogy a Trajanus oszlopa az egy műszaki hadműveletnek a bemutatása. Ez egy talán eredeti szobor, és akkor itt kérem szépen a kedvenc fotelunkat, a triposzt, ugye, ami tulajdonképpen egy mobil áldozó asztal, mindig vitték a templom elő, ugye a templomba csak a papok
kerülhettek be, tehát a templom előtt. Maga egy római templom tulajdonképpen egy uralkodói kihallgatási terem, egyedül a Zeus és a Héra ül, a többiek állva fogadták a hódolatot. Ja, én egy római filunkos szekrény, itt a fotel hátulról, Triphos, ugye megint ez a fa Triphos. Ilyen bútort is találtak, tehát ezt a kanelúrás lábas fajtát, néha fémből. És hát nagyon fontosak a nyilaszárók, annak a mintája, és itt tovább, és talán itt látjuk a fekvő ebédlőt. Ugye egy kicsit ferde volt hátrafelé, tehát hogy a felső test fölemelkedjen, és akkor ilyen, ahogy az autók ilyen ferdén halszálkába parkolnak, úgy kerültek egymás mögül előre, és hát akkor itt mondjuk heten lehetett körülbelül enni. Itt láttam életemben, először hozzáteszem, paplant is hozzá. Mert, és az az érdekes, hogy ez mindig törvény, ugye, hogy a jobb kézzel ettek, a bal kézre könyököltek, mert a bal kézzel tisztították a hátsó felüket, és azzal nem illik enni. Na most ez így rendben is van, minden ábrázoláson ez észrevehető, kivéve a Pompejánumban, ahol fordítva állították be a fekvő ebédlőnek a klinéjét, rekonstruáltak, de hibásan. Hát ilyen előfordul, tehát ezekre azért figyelni kell. És hát itt még egy pillanatra látjuk a rekonstruált épületet. Ugye van még egy, én azt hiszem, hogy nem kéne tovább mondani, a Carnuntum itt van a közelünkben, ugye a magyar határ és Bécs között, ott is ugyanígy három épület visszaépült meg egy fürdő. Itt még egy pillanatra a fürdőbe azért benézünk, illetve van egy műhely, tehát itt rekonstruálnak, római sarut találtak is, van a múzeumi kiállításban. Ezek ilyen kubikulumok, ezek voltak a hálószobák. Hát, hogy pont ilyen volt-e, hogy teljesen körbe volt véve egymástól, vagy nem, két-három ágy fért el egy hálószobába, és ez már a vendéglőjük, tehát itt a római gasztronómia szerint lehet étkezni. Hát nem tudom, hogy ebből mit lehet meríteni, hogy persze, hogy szőny, vagy akvinkum, vagy más római régészeti helyszíneink, ezek olyanok, hogy ahol mondjuk érdemes ilyeneket csinálni, de akárhol a Limes mentén egy-egy dolgot ki lehet ragadni, és akkor a római kultúrát ott lehet reprezentálni benne. Hát ez itt az élelmiszer kínálat, ugye, ez a, miket római ennivalókat hogyan lehet enni, és hát kérem szépen, és akkor utána itt jön a fürdő. Ugye a római fürdőt lehet, itt van még egy nagy aula, itt a római császár portrékból nagyon nemes másolatokat mutattak be, de a fürdő ugyanígy rekonstruálva van, mint Carnuntumban, de hát ugye eredeti fürdőket lehet látni Pompeiben, Herculaneumban, és másút itt ott, mondjuk ott a legépebbek, és ott a berendezésük megvan az öltözőnek, a polcai, meg egyebek, amit hát itt nyilván ők rekonstruáltak. Hát ezek a uralkodók és asszonyaik. Na, ez Vespázianus, ugye. És itt van egy ilyen, be lehet ülni, hogy a gyerek beülhet oda a trónhelyre, kérem szépen, és ez is egy szolgáltatás. Ma már a angol királyi paloták egyikébe, ugye, ott is le lehet ülni asztalhoz, és lehet fényképezkedni. Tehát ez úgy látszik, hogy és akkor itt vannak a medencék a rekonstrukcióval, hogy érzékelhető legyen, hogy milyen volt egy római fürdő. De ez is csak alapfalaiban került elő. Úgyhogy a tudományos igény rekonstrukciónak sokkal nagyobb az oktató ereje, mint ha valaki mondjuk egy alaprajzot konzervál, ami aztán állandóan pusztul, pláne a mi klimánkon. Ugye itt van ez a öltöző ezekkel a polcaival, amit tehát ugye Herculánumban bőségesen lehet látni. És a WC, na hát kérem szépen a WC-nek, van itt egy luka elől, ugye, és hát mindenki kérdezte, hogy ez minek van. Hát ott azt mutatják, hogy egy botra tesznek egy spongyát, és azzal takarítják meg. Na most, hogy ez mindenkinek volt-e saját, vagy ez közös volt, ezt nem tudom, de mindesetre eléggé. De minden WC ilyen, tehát ugye az Efezoszi, meg van a Vespasianus kloákája Athénben, meg ilyenek, ott ezeket lehet. És aztán ugye lehet vásárolni mindenféle szuveníreket, gyerekjátékokat, meg egyebeket. És hát vannak ilyen
itt a cipész volt, ugye, ez itt munkába is bemutatják, most éppen zárva volt, de kislányom azért vetetett magának egy római sarut azért, hogy mindenképpen átélhesse ezt, és ez furcsa, egy 8,5 éves gyerek az egy hónapos túrában be, ő is vagy 4000 fotót csinált, én 20 000-et, hogy a római város azt tetszett a legjobban. Na most ezt meg kéne fejteni, hogy akkor ez milyen útvonalon jutott el az ő lelkébe, és, de ezek szerint elérte a célját, a rekonstrukció, ugye? Tehát megfogta a gyermeket. Hát kérem szépen ezt a Xantentén. Bemutatom, itt volna a Carnuntum is, de szerintem az most nem fontos. Föl lehetett menni egyszer az emeletre, ott voltak a régész hallgatók épp este, és akkor egy pillanatra megengedték, hogy lesen. Köszönöm szépen a figyelmet!